más csillagok körül keringő bolygók. Mostanáig nem is tudtuk, hogy léteznek. Ma már sokkal több ilyen bolygót ismerünk, mint amennyi a naprendszerünkben található. Ezek a világok furcsábbak, mint bárki is gondolná, és naprendszereikben sokkal hevesebb folyamatok zajlanak, mint képzelnénk. Egyre több bolygót fedeznek fel, azt remélve, hogy némelyiken létezik élet. Élet más bolygókon. Az olyan kérdések, mint egyedül vagyunk-e, ki vagy mi van odakin, évezredeken át megigézték az álmodozókat és a filozófusokat. Ma már a csillagászok foglalkoznak ezzel, akik egyre újabb világokra, távoli csillagok idegen bolygóira bukkannak. Az új bolygók felfedezése a csillagászat egyik legnagyobb kihívása. Naprendszerünk bolygói teleszkópokon keresztül is láthatók, de a távoli csillagok bolygói túl kicsik és túl halványak az átlagos teleszkópok számára. A távoli bolygókat nem látni a hozzájuk tartozó csillagfénye miatt. Így a bolygóvadászok a láthatót, vagyis a csillagokat tanulmányozzák, ezeken keresik a láthatlan bolygók finom jeleit. A kaliforniai Lick Obszervatórium fő feladata a távoli bolygók felkutatása. Debra Fischer csillagász számára a bolygók utáni kutatás kellemes elfoglaltság. Imádom a teleszkópot. Imádom a kupola és az elektronika illatát. Szeretem, ahogy búgnak a motorok. Szeretem a számítógépek zümmögését. Csodás dolog, ami mindig ugyanolyan izgalmas maradt számomra. Debra sok csillagot megvizsgál. Évekig újra és újra megnézi majd őket, árulkodó jeleket keresve fényük változásaiban, amelyek arra utalhatnak, hogy a csillagnak van egy kísérő bolygója. Csapatával igyekszik a lehető legtöbbet véghez vinni egy éjszaka alatt, mivel csak hajnalig vizsgálódhatnak. Egy tökéletes éjjelen 100 csillagot is megnéz a teleszkóppal. Úgy érzem, hatalom van a kezemben, hiszen én döntöm el, hogy melyik pontra irányítom a teleszkópot, hol kutakodom, melyik csillag után kémkedem, hogy valami újat fedezzek fel róla. Amikor azt észleli, hogy egy csillag sebessége egy bizonyos ritmus szerint változik, tudja, hogy a csillagnak van egy bolygója. A bolygó és csillaga között ugyanolyan kölcsönhatás áll fenn, mint egy két görkorcsolyás között. A gravitáció mindkét irányba hat, tehát még egy bolygó méretű kisebb objektum is kilengést okoz a sokkal nagyobb csillag pályáján. Egy távoli csillag pályáján észlelt kilengés tehát egy bolygó létezésének közvetett bizonyítéka. De hogyan észlelhető ez a kilengés? Ugyanúgy, ahogy a hang magassága emelkedik a hangforrás közelettével. És mélyül annak távolodásával. A fény is változtatja színét, ahogy a csillag mozog. Debra és kollégái évekig vizsgáltak egy Gliese 876 nevű csillagot. A csillag színe váltakozott. Debra azt reméli, mindezt egy bolygó okozza, de még nem teljesen bizonyos benne. Nem Debra az egyetlen olyan kutató, aki a csillagok ritmikus mozgását vizsgálja. 1994-ben egy másik csapat a Pegasus csillagképet figyelte, ám akkoriban senki sem talált bolygót egy távoli, fénylő csillag szomszédságában.
Didier Queloz csillagász úgy vélte, azért látott egy csillagot kilengeni, mert bolygója van. Ha Queloz tévedett, szava hihetősége és karrierje csorbát szenved. Ráébredtem, hogy ez nagyon kockázatos dolog. Ha kiderül, hogy az adatok rosszak és tévedtem, az igen kellemetlen lenne számomra. A technikai korlátok miatt óvatosnak kell lenni. A Föld gyorsan mozog az űrben, ám a csillagok mozgása viszonylag lassú. Olyan, mintha egy rakétában lennénk, és onnan próbálnánk egy földi hangya sebességét vizsgálni. Queloznak ki kellett találnia, mit jelentettek a mért adatok. Először meggyőzte önmagát, hogy nem napfoltokat lát az 51 PEG nevű csillagon, hanem csillagmozgást észlel. Aztán megbizonyosodott róla, hogy a csillag nem remeg, hanem előre és hátra mozog. Végül Queloz kiszűrte, hogy mi nem lehet az 51 PEG. Most már csak azt kellett megmondania, hogy mit talált. Didier Queloz csillaga kilengett. A beható vizsgálatok után csak egy lehetőség maradt. Az 51 PEG-et egy tőlünk láthatatlan bolygó kíséri. Queloz elsőként fedezett fel egy távoli csillag körül keringő bolygót. A többiek szkeptikusak maradtak. Amikor bejelentettük az 51 PEG-et, azt hiszem az embereknek csak a 10%-a hitte el, hogy bolygót találtunk. A tudósok soha nem gondolták, hogy létezhet egy ilyen bolygó. A tömege 140-szerese volt a Föld tömegének, és a bolygó elmélet szerint nem keringhetett ilyen közel a csillagához. Nem valószínű, hogy létezik élet Queloz bolygóján. 4 naponta kerüli meg a PEG csillagot. A hőmérséklet 815 Celsius fok, olyan meleg, hogy a nikkel is elpárolog. Talán ezért olyan kék a bolygó izzó légköre. Didier Queloz felfedezése után más bolygóvadászok is tudták, hogy jó nyomon járnak. Debra Fischer és kollégái ezután még lelkesebben keresték a bolygóikat. Ha a csillag valóban egy bolygó miatt leng ki, akkor Debra megjósolhatja a csillag bekövetkező mozgását. Debra a csillag általa mért sebességét kezdte vizsgálni, és az adatok alapján megjósolta, merre halad majd az égitest. Amikor később megfigyelte a csillag pályáját, kiderült, hogy összes jóslata bevált. Debra Fischer felfedezte első bolygóját. Nagyon jó érzés volt látni, hogy a csillag engedelmeskedik a parancsomnak, és a megjósolt pályát követi. Debra bolygója egy a Földnél 700-szor nagyobb tömegű gázgömb. A bolygó meglehetősen vad pályát ír le, hol égető közelségbe kerül a naphoz, hol a fagyos messzeségbe vész. Ezeknek a bolygóknak általában holdjuk is van. A holdakon pedig minden bizonnyal lehetnek olyan helyek, amelyek alkalmasak az élet kialakulására. A gondolat, hogy létezhet élet más bolygókon, egykor eretnekségnek számított. 1600-ban Rómában, a virágok mezején mágiát állítottak egy eretnek számára. Giordano Brunónak hívták. Filozófus, illetve korábban szerzetes volt, és néhány évvel a teleszkóp felfedezése előtt élt. Mégis meg volt győződve arról, hogy minden csillagnak vannak bolygói, és minden bolygón hemzseg az élet. Didier Queloz tévedésével a karrierjét kockáztatta, ám Bruno ha igaza volt, hanem az életével játszott. 8 évre bebörtönözte őt az inkvizíció, és arra utasították, hogy vonja vissza a tanait. De ezen a napon már nem élhetett ezzel a lehetőséggel. Más világok létezése egy olyan zavaró gondolat volt, amit el kellett folytani. A Föld tehát nem egyedülálló alkotás. Bruno minden egyes világának meglenne a maga Jézusa. Ha csak egyet is elfogadnak Bruno gondolatai közül, a katolikus egyház már is meginog.
írásait tévedésnek bélyegezték, könyveit pedig elégették és betiltották. Bruno mégis hajlíthatatlan maradt. A legtöbb elítéltet megfojtották, mielőtt a mágjára kerültek, ám Bruno eretnegsége annyira bomlasztó volt, hogy élve égették el. Bruno semmit sem tett élete megmentéséért. Még az utolsó lehetőséget is visszautasította, amellyel megmenthette volna a lelkét. Az ember, aki azt merte állítani, hogy Isten a Földön kívül más világokat is teremtett, szörnyű árat fizetett a meggyőződéséért. Bruno ismerte az ég csodabogarait, az általunk bolygóknak nevezett mozgófényeket, de sosem gondolta volna, hogy egy nap majd tisztán látjuk őket, és szondákat küldünk, amelyek bemérik, sőt le is szállnak rajtuk. Bruno úgy vélte, az univerzumban nem csupán egy világ a miénk létezik, és kívüle még néhány ezer, hanem végtelen számú világ van. Még ma sem tudjuk, hány bolygó létezik, de ahogy nő a felfedezések száma, felmerül a kérdés, hogy lehet-e rajtuk élet. De vajon felismernénk-e az életet, ha látnánk? We have a go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Az 1988-ban fellőtt Galileo űrszonda az élet jeleit kutatja. ...1990-ben a Galileo egy bolygóhoz közeledett. Az űrszonda műszerei végigpásztázták a felületét. A kutatók elképedtek. A Galileo érdekes vegyi anyagokat észlelt. Széndioxidot, metánt és oxigént. Rádióhullámokat is észlelt a bolygó felületéről. Csak egyféle következtetést tudtak levonni. Az élet jeleire bukkantak. A tudósok izgalomba jöttek, amikor az űrszonda életet észlelt. Az idegen lények létezése átformálná a világképünket. A szonda persze nem tett történelmi jellegű felfedezést. A Galileo által vizsgált bolygó a Föld volt. Ám ez a kis űrszonda bebizonyította, hogy képesek vagyunk életet észlelni más bolygókon is. Ezután a Galileo elhagyta a Földet, és elindult a Jupiter felé. Miután a Galileo elhagyta a Jupiter vulkanikus holdját, az Iót, a másik hold az Európa felé vette útját. Az Európa elbűvöli az olyan bolygóvadászokat, mint Debra Fischer, mivel az általa felfedezett bolygók többségének is hasonló holdja van. Furcsa módon a naprendszerben az Európán a legkedvezőbbek az élethez való feltételek. Első pillantásra túl kedvezőtlennek tűnnek az állapotok, hiszen a felszíni hőmérséklet mínusz 162 Celsius fok. A Galileo újabb adatai egy fagyott világot mutatnak, amelyen repedések találhatók a Jupiter hatalmas gravitációja miatt. A felületét fagyott kénsav márványozza be. Akkor hol található itt élet?
az európai jégpáncélja alatt talán egy hatalmas folyékony víztenger húzódik. Ha van óceán az Európán, akkor talán Debra Fischer bolygójának holdján is van. Ám ezek a távoli óceánok mind sötétek és hidegek. Akkor miért lehetséges ott az élet? A saját bolygónk adja meg erre a választ. Úgy gondolták, a Föld mély óceánjainak alja egy üres, élettelen tér, egyfajta tenger alatti sivatag. Az 1970-es években azonban bizarr oázisokat találtak itt. Több mint egy kilométer mélyen az óceán hasadékaiban számos faj él, pedig ide nem jut el a napfény. Talán itt volt a földi élet meleg ágya is, amelyet a bolygó magja által felmelegített áramlatok tápláltak. A bolygóvadászok úgy vélik, a földön kívüli tengerek fekete vizében is kialakulhatott egy hasonló életforma. Ha a földi tengerfenék elárulja, milyen lehet az élet az idegen világokban, akkor bolygónk többi szélsőséges vidéke is segítségünkre lehet. A kaliforniai Halál völgyében a talaj hőmérséklete elérheti a 87 Celsius fokot. A felszín halott, és vastagon borítják a mérgező sók. Két tudós az élet lehetséges formáit kutatja ezen a vidéken. Ha itt valami képes fennmaradni, akkor valami hasonlót kell keresnünk a száraz és kietlen idegen világokban is. Ken Nilsson, a sugárhajtómű laboratórium kutatója, Pamela Conrad pedig Nilsson csapatának egyik tudósa. Conrad és Nilsson úgy tanulta, hogy az élet törékeny és különleges feltételeket igényel. Ám a Föld szélsőséges vidékein végzett kutatásaik arról győzték meg őket, hogy az élet sokkal rugalmasabb, mint gondolnánk. Az élet még a földi pokolban is megmutatkozik, ha egy kicsit megkaparjuk a talaj felszínét. A sivatag egyáltalán nem halott. Rögtön a kéreg alatt találhatunk egy réteg zöld algát. Alatta a vörös baktériumok rétege látható. A Halál völgyében vett minta alján pedig fekete kénevő baktériumokat láthatunk. Ezt nevezzük réteges mikróba társadalomnak, és talán ez volt a meghatározó életforma bolygónk történetének első 2 milliárd évében. Ha 20 éve azt mondták volna, hogy bizonyos organizmusok úgy élnek, ahogy azt mára megismertük, nem hittük volna el. Ezek olyan különleges létformák, amelyek megváltoztatták nézeteinket arról, hogy hogyan keressük az élet jeleit a világegyetemben. A földi élet rugalmasságának felfedezése csodás hír a bolygóvadászok számára, hiszen ezek az új világok is szélsőséges helyek. De hogyan találhatunk életet más világokban? Néhány tudós azt állítja, már találkoztak vele a Mars egyik kis darabjában. június 28-án egy 9 kg-os szikla esett le Észak-Egyiptomban. Egy meteor becsapódás szakította le a Marsról. Néhány tudós kerek képződményekké kristályosodott baktériumokat lát ezen a mikroszkóp felvételen. Mások szerint ezek a dudorok túl kicsik ahhoz, hogy élőlények legyenek. Nilsson reméli, hogy ennél hitelesebb bizonyítékokat is talál majd arra, hogy van élet a Marson. Erre úgy készül, hogy földi sziklákban keresi az élet jeleit. Valóban úgy néz ki, hogy van itt valami alatta. Itni. Senki sem kérdezi meg egy szikla láttán, hogy van-e élet a Földön. Mutatnak egy békát, és azt kérdezik, hogy működik ez?
Vagy odaadnak néhány DNS-t, és azt kérdezik, mi a sorrendje. De senki sem kérdezi meg egy kő láttán, hogy van-e élet a bolygón. Nilsson nem sokára a Marsról származó köveket vizsgálhat. Egy ilyen jármű fog kőzetmintákat gyűjteni a Marson, és ha szerencsénk van, vissza is tér velük a Földre. Olyan mintáink lesznek, amelyekről tudjuk, hogy honnan származnak, és hogy mi gyűjtöttük őket. Ezek eredeti minták lesznek, nem olyanok, amelyek a Föld felszínére hullottak. Az idegen világok felkutatásához először is meg kell értenünk, mire képes az élet a saját bolygónkon. A Föld kietlen vidékein fennmaradt életformák azt sugallják, hogy a világegyetemben sokkal lakhatóbb világok léteznek, mint képzeltük volna. Régen úgy véltük, az életet óvni kell, és megfelelő körülmények kellenek a kialakulásához. Most viszont úgy tűnik, az életet szinte lehetetlen legyőzni. Az idegen életformák felkutatása egyre nagyobb teret nyer az Arizonai Egyetemen. A futballpálya alatt található a világ egyik legismertebb teleszkóp tükörkészítő laboratóriuma. Miután felpolírozták és fényvisszaverő borítást kapott, ezt az üveglencsét egy teleszkópba helyezik, ahol az idegen világok felkutatásán kívül az is a feladata lesz, hogy elemezze azok összetevőit és az élet vegyi jeleit keresse. Roger Angel a labor egyik igazgatója. Ez nem csupán a világ legnagyobb tükre, de a legnagyobb üveglencséje is. Azon tűnődtünk, hogyan szállítsuk fel a hegy tetejére. Ha kivisszük Tucsonból, teljesen lezárjuk vele a főutat. Az európaiaké 8,2 méter átmérőjű, a japánok pedig azt mondták, nos, a miénk 8,3 méteres lesz. Ekkor véglegesítenünk kellett a lencse méretét, és úgy döntöttünk, 8,4 méteres lesz. Angel úr munkásai nem félnek rálépni erre a tükörre, amelyet 10 molekulányi pontossággal políroznak majd fel a tökéletes méretre. Így sokkal részletesebb képet kapunk majd, mint más teleszkópok esetén. Úgy gondoljuk, 10-szer élesebb képet ad majd, mint a Hubble teleszkóp, és ez bámulatos dolog. A tükör készítésével egy időben épül a Graham-hegyen, 160 km távolságra az az obszervatórium, amelyben használni fogják. Az építkezés szokványosnak tűnik, ám ennek a csillagvizsgálónak különleges feladata lesz. Az idegen világok vegyi összetevőit fogja vizsgálni. Talán itt pillantják majd meg az idegen élet első jeleit. Az erkélyen, ahol az üvegolvasztó kemence tetejét tárolják, Angel úr megbeszéli kollégáival az új teleszkóppal kapcsolatos további teendőket. Alattuk a nagy tükörrel kapcsolatos újabb előkészületek zajlanak. Ugyanis lesz egy ikertestvére is. Jelenleg egy öntőformát állítanak össze egy második tükör számára. Hamarosan belehelyezhetik a nyersanyagokat. Ilyenfajta üveget használunk a kemencében, 16 tonnára lesz szükség. A darabkákat behelyezzük a kemencébe, azok pedig összeolvadnak. Ez egy különleges eljárással készült, hihetetlenül tiszta üveg. Ha belepillantunk, láthatjuk, hogy tökéletesen tiszta a belseje, és nagyon egyenletes, ezért összeolvad, és tökéletes egységet alkot. Angel úr újszerű, kétszemű teleszkópja talán elsőként elemzi majd egy idegen bolygó halványfényét. A két tükör összekapcsolásával létrehozzák a világ legnagyobb látcsövét. Mindkét tükör egy kissé más képet mutat majd az adott csillagról.
a két érzékelőpontról bejövő fényhullámokat egyesítik. Így kapják meg a távoli bolygó valós fényét. Azért nehéz észrevenni a bolygókat a napok körül, mert milliószor, sőt néha egymilliárdszor halványabbak, mint a nap. A napvakító fénye elrejti előlünk a bolygót. Van egy trükk, amellyel kiolthatjuk a napfényét, és így észlelhetjük a bolygót. Egyesíteni kell a két tükörből származó hullámokat úgy, hogy az egyik tükörből származó hullám maximuma egyszerre érkezzen a másik hullám minimumával. Amikor egyesítjük őket, a napfénye ezerszer vagy több tízezerszer halványabb lesz, így a bolygót is észlelhetjük. A maximális teljesítmény eléréséhez Angel úr kétszemű teleszkópjának még valamit tudnia kell. A földi teleszkópok torz, pislogó képet adnak a csillagokról, mivel különböző hőmérsékletű rétegeken átnézzük őket. Angel úr megszünteti a csillagok pislogását. Kis tükröket helyez a teleszkópba, amelyek egy másodperc alatt ezerszer változtatják helyzetüket. Így néz ki egy csillag a légkörön keresztül. Most működésbe jönnek a hajlítható tükrök, amelyek szinte egy ponttá élesítik a képet. Ha Angel úr kétsövű teleszkópja a tervek szerint működik majd, akkor képes lesz elemezni az idegen bolygók fényét. Így elsőként kaphat információkat a bolygók kémiai összetételéről, illetve az élet lehetséges jeleiről. Számomra ez azért izgalmas, mert túlléphetünk a spekulációkon, és valós méréseket végezhetünk. Angel urat az ösztönzi, hogy talán választ és kézzelfogható bizonyítékokat talál arra a kérdésre, hogy van-e élet más bolygókon. Miért jött létre az élet a Földön? Ennek fő oka az, hogy naprendszerünk jelenleg normálisan és szabályosan működik. A bolygók nem ütköznek össze sem egymással, sem a nappal. A Földön és a szomszédos bolygókon rengeteg idő volt az élet kialakulására. Az általunk felfedezett idegen világokban viszont más a helyzet. Némelyik naprendszer olyan, mintha egy kozmikus biliárdjátszma színhelye lenne. Doug Lynn asztrofizikus úgy véli, egy szokványos naprendszer veszélyes hely, ahol a bolygók összeütköznek. A nagy bolygók vadul száguldanak. Egy ilyen instabil naprendszerben nem alakulhat ki az élet. A mi naprendszerünk is ilyen kaotikus volt valamikor. Talán a Jupiter az egyetlen túlélő a hevesen száguldozó nagy bolygók sorában. Nagyon is lehetséges, hogy a legtöbb ilyen nagybolygó összeütközött a nappal. És a mai Jupiter és Szaturnusz az utolsó túlélők. Doug Lynn tudja, hogy a bolygók vándorolnak. Ezek a bolygók a napjukhoz közeli pályán keringenek, de nem ott jöttek létre, mert túl meleg van ahhoz. Egy fiatal naprendszerben a Jupiterhez hasonló nagybolygók magukhoz vonzzák a közelükben lévő gázokat és port, így veszítenek energiájukból. Más bolygók pályáját is keresztezik, ahogy spirálisan közelítenek a nap felé. Egy kis, földszerű bolygó két módon is elpusztulhat. Vagy kilökődik a naprendszerből, vagy egy nagyobb bolygó vonzereje a napba taszítja. A Föld jellegű kisbolygókra az aszteroidák és az üstökösök is veszélyt jelentenek. Ám furcsa módon egy Jupiter-szerű nagybolygó meg is védheti ezektől. ...1944-ben a Jupiter betöltötte védelmező szerepét, amikor összeütközött a Shoemaker-Levy nevű üstökössel és darabjaira zúzta azt. Ezután a Jupiter egyesével fogta fel annak darabjait.
minden darabka 25 milliárd tonnányi TNT erejével ütközött a Jupiternek. Csak egy ilyen ütközés is katasztrófát okozhatott volna a Földön. Egy kis bolygónak nagy segítőtársra van szüksége. Az új bolygók felfedezése révén kiderült, hogy saját naprendszerünk szokatlanul nyugodt. Számos új bolygó kiszámíthatatlan pályán száguld. Mások spirálisan közelítenek a napjuk felé. Sok bolygó pedig apró darabokra zúzta kisebb bolygótársait. Amikor bepillantunk más bolygórendszerek kaotikus életébe, az is kiderül, hogy létrejöttük épp oly szélsőséges lehetett. A tudósok tudják, hogyan születnek a bolygók. Csupán egy kis por és gáz kell hozzá. A többi a gravitáció dolga. Az anyagból egy lapos forgó korongot hoz létre. A csillag a közepén lévő kitüremléséből alakul ki, a bolygók pedig ettől távolabb keletkeznek. Ezért van az, hogy egy naprendszer bolygói egy síkban találhatók és ugyanabban az irányban keringenek. Friss adatok a naprendszerek születésének egy meglepően vad szakaszát fették fel, amelynek során hatalmas izzó sugarak lövelnek ki a csillagpólusaiból. Ám egy naprendszer életének egy későbbi szakasza még azt a csillagászt is meglepte, aki felfedezte azt. Tisztán emlékszem, hogy amikor ennek a csillagnak a környékét vizsgáltuk, kamerát váltottunk, és hirtelen ott volt. Nagyon izgatottak lettünk. Berohantam a konyhába, és hívtam a kollégáimat. Csak álltunk, és kiáltoztunk egy darabig. Az izgalom oka az volt, hogy egy korongot láttunk, amelyben egy nagy lyuk volt. A lyukat csak is egy láthatatlan bolygó hozhatta létre. Körner nem csupán egy naprendszer születésének tanúja volt, de újfajta bizonyítékot talált egy idegen bolygó létezésére. A korongok tulajdonképpen a bolygók ott létének közvetett bizonyítékai, ugyanúgy, mint a csillagok kilengése. Lehet, hogy a naprendszerek hasonlóképpen jönnek létre, ám az általunk észlelt új bolygók nagy változatosságot mutatnak. Körner számára ez a legnagyobb meglepetés. Azt fedeztük fel, hogy hogyan függ össze a saját naprendszerünk a különféle extraszoláris bolygórendszerekkel. A Lick Obszervatóriumban Bill Borucki egy új módszerrel próbál bolygókat felfedezni. Oké. Jó lesz. Jól van, megnézem azt a szűrőt. Azt hiszem, foltok vannak rajta, meg kell tisztítani. Jól van, ha van egy másik szűrő, az jó lenne. Egy a Föld és a saját napja között elhaladó bolygó eltakarja napjának egy részét. A csillag elhalványodik néhány órára, aztán ismét fényes lesz. Az általunk használt módszert könnyű megérteni. Még sok száz évvel ezelőtt Giordano Bruno is megértette volna. És talán tetszett volna neki. Borucki úr távoli csillagok miniatűr napfogyatkozásait keresi. A csillag elhalványul, amikor egy bolygó elhalad előtte. 10 bolygórendszerből csak egy áll olyan szögben, hogy eltakarja a napfényét. Ezért Borukkinak sokat kell vizsgálódnia. 4000 csillagfényét fogja megvizsgálni. Minél nagyobb a bolygó, annál jobban elsötétíti a csillagfényét. Borucki úr módszere elsőként fedi fel egy idegen világ méreteit. Ez Debra Fischer és csapata módszerének tökéletes kiegészítése. Ők meg tudják mérni a bolygó tömegét, mi pedig meg tudjuk határozni egy bolygó méretét. Ha egyesítjük a két módszert, megkapjuk a sűrűséget. Meg tudjuk mondani, hogy egy bolygó Jupiter-szerű gázóriás-e vagy egy forró szikla. Két évnyi kutatás után Borucki úr végül bebizonyította, hogy módszere működik. Egy csillag szabályos ütemben halványult el és fényesedett ki, amint egy távoli bolygó elhaladt előtte. Néhány száz méterrel arrébb a Lick Obszervatóriumban Debra Fischer újabb éjszakai bolygóvadászatra készül. A teleszkópból a fény az alaksori terembe vetül. Debra beállítja a műszert, hogy a lehető legpontosabban be tudja mérni a csillag sebességét. Már számos felfedezés kapcsolódik nevéhez, de most nagyobb dologra vágyik.
nem egy bolygót, hanem egy naprendszert akar felfedezni. Eddig csupán egy idegen naprendszert ismerünk. 1991-ben találtak rá. Ez az égbolt egyik legfurcsább objektuma. Egy rádióteleszkóp figyelte az árulkodó jeleket, amelyek két csillag haláláról és három bolygó születéséről tanúskodtak. Nagyon régen két kis, egymás körül keringő csillag összeolvadt. Így létrejött egy szupernova. A robbanásban egy pulzár keletkezett, amely egy csillag gyorsan forgó maradványa. Három bolygó született a robbanás hamvaiból. Ez az első általunk felfedezett naprendszer. Ha egy pulzár fénye eléri a bolygókat, azokon kellemes meleg lesz, mint a Földön, de az életfeltételek olyanok, mint Csernobil magjában. A pulzár bolygói egy halott csillag körül keringő halott világok. Debra egy ragyogó csillagot figyel, amely nagyon kileng. Ezt nem okozhatja egyetlen bolygó vonzereje. Debra egy új naprendszert fedezett fel az Y-Androméda csillag körül. Eljött a pillanat, amikor elégedett voltam. Jó munkát végeztem, úgy tűnik minden rendben van. Aztán 5 perc múlva döbbenetes, meglepő érzés lett túl rá rajtam, mert megértettem, mit jelent ez az egész. Debra és csapata fontos felfedezést tett. Elsőként bukkantak rá egy fénylő csillag körüli bolygórendszerre. A belső bolygó olyan közel kering a csillaghoz, hogy hatalmas napkitöréseket okoz. A bolygó csak az egyik oldalát fordítja a nap felé, ezáltal forró a légköre, amelyben jégfelhők találhatók. A középső bolygónak akkora holdjai lehetnek, mint a Mars. Néhánynak talán még saját légköre is van. A külső bolygónak pedig jégborította holdjai lehetnek, amelyek a Jupiter Európájához hasonlítanak. Úgy tűnik, Debra új, az Y-Androméda körüli naprendszere azt bizonyította, hogy ahol lehetnek bolygók, ott vannak is. Ez azt jelenti, hogy a bolygóképződés sokkal egyszerűbb folyamat, mint képzeltük. A felfedezett új bolygók egyike sem olyan kicsi, mint a Föld. Könnyebb észlelni egy bolygót, ha az olyan nagy, hogy egy csillag kilengését okozza, mint például a Jupiter gravitációja, amely a nap 48 km/órás mozgását eredményezi. Később talán egy közepes méretű bolygó által okozott 5 km/h alatti kilengést is érzékelünk majd. De mérhető lesz-e valaha egy földméretű kis bolygó által okozott mozgás, amely a nap 1/3 km/h kilengését eredményezi? Nem valószínű, hogy a napok mozgását nagy pontossággal tudjuk mérni, mivel a csillagok felszíne hullámzik, ami megnehezíti a mérést. ...2011-re tervezik a bolygóvadász felbocsátását, ami egy földkörüli pályán keringő, kifeszített tükrökből álló teleszkóp. A tükrökből érkező fénysugarakat egyesítik, hogy soha nem látott módon tompítsák a távoli csillagok ragyogását. Egy kis szerencsével részletes képet kaphatunk egy földszerű bolygóról. Ha így lesz, a felfedezés új korszakot nyit majd. Kevésbé érezzük majd magunkat egyedülállónak és magányosnak. Egy újabb hatalmas lépést teszünk egy eretnek elméletének igazolása felé. Giordano Bruno azt írta,
A világegyetemben lévő megszámlálhatatlan világ nem rosszabb és nem kevésbé népes, mint a Földünk. Vessük el azt a nézetet, hogy a Föld az univerzum középpontja. 4 évszázaddal később már nehéz elképzelni, milyen veszélyesnek tűntek tanai. Minden felfedezésünk arról tanúskodik, hogy a napunkhoz hasonló csillagoknak vannak bolygói. Tudom, hogy 200 milliárd csillag található a Tejút galaxisában, tehát milliárd esély van arra, hogy ezek egyikén létrejött az evolúció és az élet. Ez megváltoztatja a nézeteimet arról, hogy hol az emberiség helye és mi a szerepe a világegyetemben. A véletlen terméke lennénk, csupán egy furcsa jelenség a felfoghatatlanul nagy világegyetemben? Vagy tele van ez a világegyetem a miénkhez hasonló élettel? Az univerzum változatos. Nem érdekes, mit gondolunk arról, hogy mi lehet odakin. A csillagászat mindig új meglepetésekkel szolgál. Galilei Giordano Bruno halála után 10 évvel idegen bolygókról készített grafikonokat. Füzetében a Jupiter 4 holdját ábrázolta, amelyeket egy Bruno által sosem látott találmány a teleszkóp segítségével fedezett fel. Galilei ezeket a bolygókat élete legfontosabb felfedezésének tekintette. 4 évszázadnak kellett eltelnie, hogy ugyanennyi bolygót találjanak egyetlen év leforgása alatt. A bolygóvadászok új generációja rövid időn belül több bolygót fedezett fel, mint amennyi a saját napunk körül kering. Régen azt hittük, hogy a saját naprendszerünk egyedülálló. Ma már tudjuk, hogy a naprendszerek valószínűleg olyan gyakoriak, mint a csillagok. Az általunk felfedezett idegen bolygók arról tanúskodnak, hogy egy tipikus naprendszer káoszban születik, és sok idő kell a rendszer lecsillapodásához. A bolygó szó eredetileg vándorlót jelent. Az általunk felfedezett távoli világok sokkal többet vándoroltak, mint valaha is gondoltuk. Felfedeztük, hogy az óriás bolygók irányítják a kisebb bolygók sorsát, néha megvédik, máskor pedig elpusztítják őket. Az új idegen bolygók vadserege még a tudományos fantasztikus képzelgéseket is felülmúlja. Néhány bolygón talán folyékony kőóceánokat találhatunk, amelybe kénsavas esők esnek. Más világok, amelyek kilökődtek a naprendszereikből, árvaként vándorolnak világegyetemünk sötét és fagyos tájain. Megint más bolygók talán olyan forrók, hogy amikor esik, nem víz hull alá az égből, hanem homok. A Neptunusz méretű bolygókon talán gyémántok képződnek a légkörben, amelyek aztán egy szilárd gyémánt magba hullanak. Az új idegen bolygók minden furcsaságuk ellenére talán nem is szokatlan helyek az élet számára. A saját bolygónk megmutatta, hogy még a legszélsőségesebb körülmények között is fennmarad az élet. Giordano Bruno azért halt meg, mert kimondta, hogy más napok körül is keringenek bolygók. Ez azért ironikus, mert úgy vélte, nézetei csak megerősítik a teremtő dicsőségét. Giordano Bruno azt írta, Istent nem egy, hanem számtalan nap alatt dicsőítik. Nem csupán egy bolygón, egy világban, hanem ezernyi, végtelen számú világban. Ezernyi, milliónyi. Akárhány világ is létezik a világegyetemben, mind arra vár, hogy felfedezzük és tanulmányozzuk őket. És felállni fogják. Az építkezés szokványosnak tűnik, ám ennek a csillagvizsgálónak különleges feladata lesz. Az idegen világok vegyi összetevőit fogja vizsgálni. Talán itt pillantják majd meg az idegen élet első jeleit. Az erkélyen, ahol az üvegolvasztó kemence tetejét tárolják, Angel úr megbeszéli kollégáival az új teleszkóppal kapcsolatos további teendőket. Alattuk a nagy tükörrel kapcsolatos újabb előkészületek zajlanak.
ugyanis lesz egy ikertestvére is. Jelenleg egy öntőformát állítanak össze egy második tükör számára. Hamarosan belehelyezhetik a nyersanyagokat. Ilyenfajta üveget használunk a kemencében, 16 tonnára lesz szükség. A darabkákat behelyezzük a kemencébe, azok pedig összeolvadnak. Ez egy különleges eljárással készült, hihetetlenül tiszta üveg. Ha belepillantunk, láthatjuk, hogy tökéletesen tiszta a belseje, és nagyon egyenletes, ezért összeolvad, és tökéletes egységet alkot. Angel úr újszerű, kétszemű teleszkópja talán elsőként elemzi majd egy idegen bolygó halvány fényét. A két tükör összekapcsolásával létrehozzák a világ legnagyobb látcsövét. Mindkét tükör egy kissé más képet mutat majd az adott csillagról. A két érzékelőpontról bejövő fényhullámokat egyesítik. Így kapják meg a távoli bolygó valós fényét. Azért nehéz észrevenni a bolygókat a napok körül, mert milliószor, sőt néha egymilliárdszor halványabbak, mint a nap. A nap vakító fénye elrejti előlünk a bolygót. Van egy trükk, amellyel kiolthatjuk a nap fényét, és így észlelhetjük a bolygót. Egyesíteni kell a két tükörből származó hullámokat úgy, hogy az egyik tükörből származó hullám maximuma egyszerre érkezzen a másik hullám minimumával. Amikor egyesítjük őket, a napfénye ezerszer vagy több tízezerszer halványabb lesz, így a bolygót is észlelhetjük. A maximális teljesítmény eléréséhez Angel úr kétszemű teleszkópjának még valamit tudnia kell. A földi teleszkópok torz, pislogó képet adnak a csillagokról, mivel különböző hőmérsékletű rétegeken átnézzük őket. Angel úr megszünteti a csillagok pislogását. Kis tükröket helyez a teleszkópba, amelyek egy másodperc alatt ezerszer változtatják helyzetüket. Állnak rajtuk. Bruno úgy vélte, az univerzumban nem csupán egy világ a miénk létezik, és kívüle még néhány ezer, hanem végtelen számú világ van. Még ma sem tudjuk, hány bolygó létezik, de ahogy nő a felfedezések száma, felmerül a kérdés, hogy lehet-e rajtuk élet. De vajon felismernénk-e az életet, ha látnánk? We have a go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Az 1988-ban fellőtt Galileo űrszonda az élet jeleit kutatja. ...1990-ben a Galileo egy bolygóhoz közeledett. Az űrszonda műszerei végigpásztázták a felületét. A kutatók elképedtek. A Galileo érdekes vegyi anyagokat észlelt. Széndioxidot, metánt és oxigént. Rádióhullámokat is észlelt a bolygó felületéről. Csak egyféle következtetést tudtak levonni. Az élet jeleire bukkantak. A tudósok izgalomba jöttek, amikor az űrszonda életet észlelt. Az idegen lények létezése átformálná a világképünket. A szonda persze nem tett történelmi jellegű felfedezést. A Galileo által vizsgált bolygó a Föld volt. Ám ez a kis űrszonda bebizonyította, hogy képesek vagyunk életet észlelni más bolygókon is. Ezután a Galileo elhagyta a Földet, és elindult a Jupiter felé. Miután a Galileo elhagyta a Jupiter vulkanikus holdját, az Iót, a másik hold az Európa felé vette útját. Az Európa elbűvöli az olyan bolygóvadászokat, mint Debra Fischer, mivel az általa felfedezett bolygók többségének is hasonló holdja van.
Furcsa módon a naprendszerben az Európán a legkedvezőbbek az élethez való feltételek. Első pillantásra túl kedvezőtlennek tűnnek az állapotok, hiszen a felszíni hőmérséklet -162 Celsius fok. Nilsson reméli, hogy ennél hitelesebb bizonyítékokat is talál majd arra, hogy van élet a Marson. Erre úgy készül, hogy földi sziklákban keresi az élet jeleit. Valóban úgy néz ki, hogy van itt valami alatta. Itni. Senki sem kérdezi meg egy szikla láttán, hogy van-e élet a Földön. Mutatnak egy békát, és azt kérdezik, hogy működik ez? Vagy odaadnak néhány DNS-t, és azt kérdezik, mi a sorrendje, de senki sem kérdezi meg egy kő láttán, hogy van-e élet a bolygón. Nilsson nem sokára a Marsról származó köveket vizsgálhat. Egy ilyen jármű fog kőzetmintákat gyűjteni a Marson, és ha szerencsénk van, vissza is tér velük a Földre. Olyan mintáink lesznek, amelyekről tudjuk, hogy honnan származnak, és hogy mi gyűjtöttük őket. Ezek eredeti minták lesznek, nem olyanok, amelyek a Föld felszínére hullottak. Az idegen világok felkutatásához először is meg kell értenünk, mire képes az élet a saját bolygónkon. A Föld kietlen vidékein fennmaradt életformák azt sugallják, hogy a világegyetemben sokkal lakhatóbb világok léteznek, mint képzeltük volna. Régen úgy véltük, az életet óvni kell, és megfelelő körülmények kellenek a kialakulásához. Most viszont úgy tűnik, az életet szinte lehetetlen legyőzni. Az idegen életformák felkutatása egyre nagyobb teret nyer az Arizonai Egyetemen. A futballpálya alatt található a világ egyik legismertebb teleszkóp tükörkészítő laboratóriuma. Miután felpolírozták és fényvisszaverő borítást kapott, ezt az üveglencsét egy teleszkópba helyezik, ahol az idegen világok felkutatásán kívül az is a feladata lesz, hogy elemezze azok összetevőit és az élet vegyi jeleit keresse. Roger Angel a labor egyik igazgatója. Ez nem csupán a világ legnagyobb tükre, de a legnagyobb üveglencséje is. Azon tűnődtünk, hogyan szállítsuk fel a hegy tetejére. Ha kivisszük Tucsonból, teljesen lezárjuk vele a főutat. Az európaiaké 8,2 méter átmérőjű, a japánok pedig azt mondták, az építkezés szokványosnak tűnik, ám ennek a csillagvizsgálónak különleges feladata lesz. Az idegen világok vegyi összetevőit fogja vizsgálni. Talán itt pillantják majd meg az idegen élet első jeleit. Az erkélyen, ahol az üvegolvasztó kemence tetejét tárolják, Angel úr megbeszéli kollégáival az új teleszkóppal kapcsolatos további teendőket. Alattuk a nagy tükörrel kapcsolatos újabb előkészületek zajlanak. Ugyanis lesz egy ikertestvére is, jelenleg egy öntőformát állítanak össze egy második tükör számára, hamarosan belehelyezhetik a nyersanyagokat. Ilyenfajta üveget használunk a kemencében, 16 tonnára lesz szükség. A darabkákat behelyezzük a kemencébe, azok pedig összeolvadnak. Ez egy különleges eljárással készült, hihetetlenül tiszta üveg. Ha belepillantunk, láthatjuk, hogy tökéletesen tiszta a belseje, és nagyon egyenletes, ezért összeolvad, és tökéletes egységet alkot. Angel úr újszerű, kétszemű teleszkópja talán elsőként elemzi majd egy idegen bolygó halványfényét. A két tükör összekapcsolásával létrehozzák a világ legnagyobb látcsövét. Mindkét tükör egy kissé más képet mutat majd az adott csillagról.
a két érzékelőpontról bejövő fényhullámokat egyesítik. Így kapják meg a távoli bolygó valós fényét. Azért nehéz észrevenni a bolygókat a napok körül, mert milliószor, sőt néha egymilliárdszor halványabbak, mint a nap. A napvakító fénye elrejti előlünk a bolygót. Van egy trükk, amellyel kiolthatjuk a napfényét, és így észlelhetjük a bolygót. Egyesíteni kell a két tükörből származó hullámokat úgy, hogy az egyik tükörből származó hullám maximuma egyszerre érkezzen a másik hullám minimumával. Amikor egyesítjük őket, a napfénye ezerszer vagy több tízezerszer halványabb lesz, így a bolygót is észlelhetjük. A maximális teljesítmény eléréséhez Angel úr kétszemű teleszkópjának még valamit tudnia kell. A földi teleszkópok torz, pislogó képet adnak a csillagokról, mivel különböző hőmérsékletű rétegeken átnézzük őket. Angel úr megszünteti a csillagok pislogását. Kis tükröket helyez a teleszkópba, amelyek egy másodperc alatt ezerszer változtatják helyzetüket. Így néz ki egy csillag a légkörön. Miután a Galileo elhagyta a Jupiter vulkanikus holdját, az Iót, a másik hold az Európa felé vette útját. Az Európa elbűvöli az olyan bolygóvadászokat, mint Debra Fischer, mivel az általa felfedezett bolygók többségének is hasonló holdja van. Furcsa módon a naprendszerben az Európán a legkedvezőbbek az élethez való feltételek. Első pillantásra túl kedvezőtlennek tűnnek az állapotok, hiszen a felszíni hőmérséklet mínusz 162 Celsius fok. A Galileo újabb adatai egy fagyott világot mutatnak, amelyen repedések találhatók a Jupiter hatalmas gravitációja miatt. A felületét fagyott kénsav márványozza be. Akkor hol található itt élet? Az európai jégpáncélja alatt talán egy hatalmas folyékony víztenger húzódik. Ha van óceán az Európán, akkor talán Debra Fischer bolygójának holdján is van. Ám ezek a távoli óceánok mind sötétek és hidegek. Akkor miért lehetséges ott az élet? A saját bolygónk adja meg erre a választ. Úgy gondolták, a Föld mély óceánjainak alja egy üres, élettelen tér, egyfajta tenger alatti sivatag. Az 1970-es években azonban bizarr oázisokat találtak itt. Több mint egy kilométer mélyen az óceán hasadékaiban számos faj él, pedig ide nem jut el a napfény. Talán itt volt a földi élet meleg ágya is, amelyet a bolygó magja által felmelegített áramlatok tápláltak. A bolygóvadászok úgy vélik, a földön kívüli tengerek fekete vizében is kialakulhatott egy hasonló életforma. Ha a földi tengerfenék elárulja, milyen lehet az élet az idegen világokban, akkor bolygónk többi szélsőséges vidéke is segítségünkre lehet. Az információkat a bolygó kémiai összetételéről, illetve az élet lehetséges jeleiről. Számomra ez azért izgalmas, mert túlléphetünk a spekulációkon, és valós méréseket végezhetünk. Angel urat az ösztönzi, hogy talán választ és kézzelfogható bizonyítékokat talál arra a kérdésre, hogy van-e élet más bolygókon. Miért jött létre az élet a Földön? Ennek fő oka az, hogy naprendszerünk jelenleg normálisan és szabályosan működik.
a bolygók nem ütköznek össze sem egymással, sem a nappal. A Földön és a szomszédos bolygókon rengeteg idő volt az élet kialakulására. Az általunk felfedezett idegen világokban viszont más a helyzet. Némelyik naprendszer olyan, mintha egy kozmikus biliárdjátszma színhelye lenne. Doug Lynn asztrofizikus úgy véli, egy szokványos naprendszer veszélyes hely, ahol a bolygók összeütköznek. A nagy bolygók vadul száguldanak. Egy ilyen instabil naprendszerben nem alakulhat ki az élet. A mi naprendszerünk is ilyen kaotikus volt valamikor. Talán a Jupiter az egyetlen túlélő a hevesen száguldozó nagybolygók sorában. Nagyon is lehetséges, hogy a legtöbb ilyen nagybolygó összeütközött a nappal. És a mai Jupiter és Saturnus az utolsó túlélők. Doug Lynn tudja, hogy a bolygók vándorolnak. Ezek a bolygók a napjukhoz közeli pályán keringenek, de nem ott jöttek létre, mert túl meleg van ahhoz. Egy fiatal naprendszerben a Jupiterhez hasonló nagybolygók magukhoz vonzzák a közelükben lévő gázokat és port, így veszítenek energiájukból. Más bolygók pályáját is keresztezik, ahogy spirálisan közelítenek a nap felé. Egy kis, földszerű bolygó két módon is elpusztulhat. Vagy kilökődik a naprendszerből, vagy egy nagyobb bolygó vonzereje a napba taszítja. A Föld jellegű kisbolygókra az aszteroidák és az üstökösök is veszélyt jelentenek. Ám furcsa módon egy Jupiter-szerű nagybolygó meg is... Senki sem kérdezi meg egy szikla láttán, hogy van-e élet a Földön. Mutatnak egy békát, és azt kérdezik, hogy működik ez? Vagy odaadnak néhány DNS-t, és azt kérdezik, mi a sorrendje. De senki sem kérdezi meg egy kő láttán, hogy van-e élet a bolygón. Nilsson nem sokára a Marsról származó köveket vizsgálhat. Egy ilyen jármű fog kőzetmintákat gyűjteni a Marson, és ha szerencsénk van, vissza is tér velük a Földre. Olyan mintáink lesznek, amelyekről tudjuk, hogy honnan származnak, és hogy mi gyűjtöttük őket. Ezek eredeti minták lesznek, nem olyanok, amelyek a Föld felszínére hullottak. Az idegen világok felkutatásához először is meg kell értenünk, mire képes az élet a saját bolygónkon. A Föld kietlen vidékein fennmaradt életformák azt sugallják, hogy a világegyetemben sokkal lakhatóbb világok léteznek, mint képzeltük volna. Régen úgy véltük, az életet óvni kell, és megfelelő körülmények kellenek a kialakulásához. Most viszont úgy tűnik, az életet szinte lehetetlen legyőzni. Az idegen életformák felkutatása egyre nagyobb teret nyer az Arizonai Egyetemen. A futballpálya alatt található a világ egyik legismertebb teleszkóp tükörkészítő laboratóriuma. Miután felpolírozták és fényvisszaverő borítást kapott, ezt az üveglencsét egy teleszkópba helyezik, ahol az idegen világok felkutatásán kívül az is a feladata lesz, hogy elemezze azok összetevőit és az élet vegyi jeleit keresse. Roger Angel a labor egyik igazgatója. Ez nem csupán a világ legnagyobb tükre, de a legnagyobb üveglencséje is. Azon tűnődtünk, hogyan szállítsuk fel a hegy tetejére. Ha kivisszük Tucsonból, teljesen lezárjuk vele a főutat. The
Az európaiaké 8,2 méter átmérőjű, a japánok pedig azt mondták, nos a miénk 8,3 méteres lesz. Ekkor véglegesítenünk kellett a lencse méretét, és úgy döntöttünk, 8,4 méteres lesz. Angel úr munkásai nem félnek rálépni erre a tükörre, amelyet 10 molekulányi pontossággal políroznak, majd győződve arról, hogy minden csillagnak vannak bolygói, és minden bolygón hemzseg az élet. Didier Queloz tévedésével a karrierjét kockáztatta, ám Bruno ha igaza volt, hanem az életével játszott. 8 évre bebörtönözte őt az inkvizíció, és arra utasították, hogy vonja vissza a tanait. De ezen a napon már nem élhetett ezzel a lehetőséggel. Más világok létezése egy olyan zavaró gondolat volt, amit el kellett folytani. A Föld tehát nem egyedülálló alkotás. Bruno minden egyes világának meglenne a maga Jézusa. Ha csak egyet is elfogadnak Bruno gondolatai közül, a katolikus egyház már is meginog. Írásait tévedésnek bélyegezték, könyveit pedig elégették és betiltották. Bruno mégis hajlíthatatlan maradt. A legtöbb elítéltet megfojtották, mielőtt a mágiára kerültek, ám Bruno eretnegsége annyira bomlasztó volt, hogy élve égették el. Bruno semmit sem tett élete megmentéséért. Még az utolsó lehetőséget is visszautasította, amellyel megmenthette volna a lelkét. Az ember, aki azt merte állítani, hogy Isten a Földön kívül más világokat is teremtett, szörnyű árat fizetett a meggyőződéséért. Ismerte az ég csodabogarait, az általunk bolygóknak nevezett mozgófényeket, de sosem gondolta volna, hogy egy nap majd tisztán látjuk őket, és szondákat küldünk, amelyek bemérik, sőt le is szállnak rajtuk. Bruno úgy vélte, az univerzumban nem csupán egy világ a miénk létezik, és kívüle még néhány ezer, hanem végtelen számú világ van. Még ma sem tudjuk, hány bolygó létezik, de ahogy nő a felfedezések száma, felmerül a kérdés, hogy lehet-e rajtuk élet. De vajon felismernénk-e az életet, ha látnánk? We have a go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Az 1988-ban fellőtt Galileo űrszonda az élet jeleit kutatja. Az építkezés szokványosnak tűnik, ám ennek a csillagvizsgálónak különleges feladata lesz. Az idegen világok vegyi összetevőit fogja vizsgálni. Talán itt pillantják majd meg az idegen élet első jeleit. Az erkélyen, ahol az üvegolvasztó kemence tetejét tárolják, Angel úr megbeszéli kollégáival az új teleszkóppal kapcsolatos további teendőket. Alattuk a nagy tükörrel kapcsolatos újabb előkészületek zajlanak. Ugyanis lesz egy ikertestvére is, jelenleg egy öntőformát állítanak össze egy második tükör számára, hamarosan belehelyezhetik a nyersanyagokat. Ilyenfajta üveget használunk a kemencében, 16 tonnára lesz szükség. A darabkákat behelyezzük a kemencébe, azok pedig összeolvadnak. Ez egy különleges eljárással készült, hihetetlenül tiszta üveg. Ha belepillantunk, láthatjuk, hogy tökéletesen tiszta a belseje, és nagyon egyenletes, ezért összeolvad, és tökéletes egységet alkot. Angel úr újszerű, kétszemű teleszkópja talán elsőként elemzi majd egy idegen bolygó halványfényét. A két tükör összekapcsolásával létrehozzák a világ legnagyobb látcsövét. Mindkét tükör egy kissé más képet mutat majd az adott csillagról.
a két érzékelőpontról bejövő fényhullámokat egyesítik. Így kapják meg a távoli bolygó valós fényét. Azért nehéz észrevenni a bolygókat a napok körül, mert milliószor, sőt néha egymilliárdszor halványabbak, mint a nap. A nap vakító fénye elrejti előlünk a bolygót. Van egy trükk, amellyel kioldhatjuk a napfényét, és így észlelhetjük a bolygót. Egyesíteni kell a két tükörből származó hullámokat úgy, hogy az egyik tükörből származó hullám maximuma egyszerre érkezzen a másik hullám minimumával. Amikor egyesítjük őket, a napfénye ezerszer vagy több tízezerszer halványabb lesz, így a bolygót is észlelhetjük. A maximális teljesítmény eléréséhez Angel úr kétszemű teleszkópjának még valamit tudnia kell. A földi teleszkópok torz, pislogó képet adnak a csillagokról, mivel különböző hőmérsékletű rétegeken átnézzük őket. Angel úr megszünteti a csillagok pislogását. Kis tükröket helyez a teleszkópba, amelyek egy másodperc alatt ezerszer változtatják helyzetüket. Így néz ki egy csillag a légkörön keresztül. Most működésbe jönnek a hajlítható tükrök, amelyek szinte egy ponttá élesít. Bruno úgy vélte, az univerzumban nem csupán egy világ a miénk létezik, és kívüle még néhány ezer, hanem végtelen számú világ van. Még ma sem tudjuk, hány bolygó létezik, de ahogy nő a felfedezések száma, felmerül a kérdés, hogy lehet-e rajtuk élet. De vajon felismernénk-e az életet, ha látnánk? Go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And lift off of the Az 1988-ban fellőtt Galileo űrszonda az élet jeleit kutatja. A 1990-ben a Galileo egy bolygóhoz közeledett. Az űrszonda műszerei végigpásztázták a felületét. A kutatók elképedtek. A Galileo érdekes vegyi anyagokat észlelt. Széndioxidot, metánt és oxigént. Rádióhullámokat is észlelt a bolygó felületéről. Csak egyféle következtetést tudtak levonni. Az élet jeleire bukkantak. A tudósok izgalomba jöttek, amikor az űrszonda életet észlelt. Az idegen lények létezése átformálná a világképünket. A szonda persze nem tett történelmi jellegű felfedezést. A Galileo által vizsgált bolygó a Föld volt. Ám ez a kis űrszonda bebizonyította, hogy képesek vagyunk életet észlelni más bolygókon is. Ezután a Galileo elhagyta a Földet, és elindult a Jupiter felé. Miután a Galileo elhagyta a Jupiter vulkanikus holdját, az Iót, a másik hold az Európa felé vette útját. Az Európa elbűvöli az olyan bolygóvadászokat, mint Debra Fischer, mivel az általa felfedezett bolygók többségének is hasonló holdja van. Furcsa módon a naprendszerben az Európán a legkedvezőbbek az élethez való feltételek. Első pillantásra túl kedvezőtlennek tűnnek az állapotok, hiszen a felszíni hőmérséklet -162 Celsius fok.